Osztálybeli különbség volt a két együttes között. A tapolcaiaknak még nem sikerült pontot szerezniük az idényben. A középmezőnyben szereplő Marcali nagy eséllyel indult a mérkőzésre. Már a legelején letámadta a vendégeket. A Marcali esélyt se adva így a tapolcaiaknak. A védelem a helyén volt, csak olykor sikerült egyszer-egyszer betalálni a tapolcaiaknak. A félidőben már 20-8-at mutatott az eredményjelző. A második játék részben kicsit lassult az iram, de a két csapat közötti mezőnyjáték képe nem változott. A papírforma beigazolódott. Marcali VSS-e, Tapolca VSS-e, 34-18. A mérkős úgy készültünk, hogy nagyon jó védekezésből, lerónással, illetve indításokkal könnyű gólokat szerzünk, és így megalapozzuk a végeredményt, azt, hogy megnyerjük a meccset. Nagyon készültünk erre a győzelemre, már nagyon-nagyon vártunk arra, hogy egy jó mérkősen tudjunk nyerni, ami szerintem a sikerült is, aki látta, az el tudja mondani, hogy nagyon jó védekezésből könnyebb gólokat szereztünk, de a felállt támadás, tehát felállt védelemben támadás is elég jól működött. Meg kell dicsérnem Gulyás Nolit a kapuban, aki először állt úgy elsőként a kapuba, hogy kezdőként, és nagyon jól védett, és utána a kérés elég jól hozta a meccset, és nagyon szinte mindenkit fel tudnék sorolni, aki nagyon jól védekezett, aki jól passzolt, aki jól labdákat szerzett, tehát konkrétan nem volt szerintem gyenge pontja ma a csapatunknak. A jövő héten Zalaszentgyörgyre fogunk menni. Nem ismerjük a csapatot, ugye mi idén kerültünk át ebbe a csoportban. Nagyjából gondolom, figyeltem őket, megnéztem az eredményeket, látom, hogy nagyon sok hasonló korú játékos van, mint mi. Tehát eddig ugye olyan csapatokkal játszottunk, ahol több volt az idősebb játékos. Most hasonló korokkal fogunk játszani. Én ott is győzelmet várok a csapattól, mert ha ezt a teljesítményt meg tudjuk ismételni, akkor szerintem biztos, hogy mi fogunk nyerni. A tabellát a Hévízi Sportkör vezeti 8 ponttal, a 6 pontos USK mögött. A Marcali 4 ponttal áll a harmadik helyen. A hétvégén az MVSS-e Zalaszentgyörgyre utazik.